Sziasztok srácok! Üdv a csatornán! Először is szeretném megköszönni, hogy itt vagytok. Nagyon jó esik, hogy a komment szekciót, ahogy nézem, akkor szinte olyan, mintha egy nap telt volna el, hogy abba hagytam a videózást, és közben pedig egy évet kihagytam. De mégis ugyanazok a nevek itt vannak és buzdítanak. Tényleg köszi mindenkinek. És pont emiatt gondoltam azt, hogy nem fogom abba adni ezt a játékot, akármekkora probléma van most is például. Mert történt egy Game Breaker hiba, amit Szirtes Balázs jól meglátott, hogy a időpörgetés mod okoz. Szóval, hogyha ez a mod benn van, akkor ilyen horribilis villanyszámlák érkeznek. Ugye egyik részben is érkezett egy 6000 valahányas. Amikor a negyedik részt vettem fel az előbb, akkor meg szintén jött egy hasonló összeg. Gülvillany számla, és gyakorlatilag nem tudsz vele mit csinálni. Annyit csináltam, hogy kivettem ezt a modot, és újra kezdjük. Nagyon sajnálom, megmondom őszintén, hogy tényleg megfontolgattam, hogy nem fontolgattam, hanem itt rage-eltem, hogy abba hagyom ezt a játékot, hogy ilyen történt megint, de szerintem jövök egyen nektek, hogy itt vagytok velem, meg magamnak is, hogy ne adjam már megint fel ezt az egészet. És úgy döntöttem, hogy újra kezdem, azzal a lendülettel, vagy még nagyobb lendülettel. Bocs, hogy itt húzom az időt, de ezt el akartam mondani. Ígérem, hogyha rányomok az új játékra, akkor rohadtul be fogunk pörögni. Egy csomó tervem van. Egyébként hoztam zenéket is. Úgyhogy bocs, hogy újra kezdem, és tényleg köszi mindenkinek, hogy itt van. Ezt el akartam mondani, és ezért gondoltam, hogy tudom, nem nagy dolog, de akkor is ez... Ezt meg kell csinálnunk, basszus, hogy rohadjon meg. Nem győzhet le minket ez a játék. Na, ú, valahogy ki kellett adnom, mert tényleg olvasom, pörgetem itt a kommenteket, és... Na de most új játék, és új úterővel, és egy csomó minden, amit meg kell tennünk. És közben mondani fogom, hogy mit, hogyan, ó, mit csinálok. Na mindegy, ez már ilyen marad. Írjuk a normál nevünket. Ezt kikapcsoljuk és nyomunk egy kezdés és már vágunk is bele és olyan rohadt pörgősen fogjuk csinálni a dolgokat, hogy azt el nem tudjátok képzelni. Viszont volt egy néző, aki kérdezett, és ő neki szeretnék segíteni, hogyha eddig még nem sikerült megoldania. Kérdezte, hogy ezt hogy tudja eltüntetni ezt a komment ablakot, ami itt baloldalt van, ugye ez a modloadernek az ablaka. Ezt úgy tudod eldönteni, ha betölt a játék, akkor meg is mutatom nagyon gyorsan. És akkor nem is húzom tovább tényleg az időt, hanem repülünk, srácok. Repülünk. Tényleg egyébként van repülő a játékban, nem? Azt nem lehet, mondjuk biztos instant meghalnék vele. Na, skacok, oké. Azt úgy tudod eltüntetni, hogy nyomsz egy eszket, és itt fenn baloldalt átmész a main settingsre, és itt látod, hogy melyikekkel tudod eltüntetni. Default ez valami más, nekem már arra van állítva. Ennyi az egész. Nekem ugye egyes, kettes gomb. Dír, el is tök. Na, és most rohadtul belepörgünk, és közben majd kommentálni fogom, hogy mit csinálok egyáltalán. Ugye időpörgetés mód ki van kapcsolva, viszont olvastam róla, hogy lehet megoldani, hogy azért valamennyire azért tudja időt pörgetni. Úgyhogy... Hívjuk fel magunkat, azt szedjük össze, és nyírjuk ki ezt a játékot. Nem győzhet már mindig, nem igaz? Visszük a benzines kannát, rájöttem egy csomó dolgot, hogy máshogy fogok csinálni, és nem úgy, ahogy eddig. Jobban fogunk koncentrálni erre az autóra, és hülyeségeket nem csinálunk. Úgyhogy gyerünk, húzzunk bele, tényleg, mert már kezdem. Úrni azt, hogy mindig befélelünk ebbe a játékba. Nem fogjuk hagyni magunkat. És ez miattatok is, meg miattam is, és passzus, és tényleg kösz, hogy így vagytok velem. Ez a játék, komolyan mondom, szerintem a készítőnek volt egy ilyen fétise, hogy jól megszivatja az embereket, de nem fogom hagyni magam. Pénz, 3251, ez alatt, mint hogyha többet kaptunk volna, rohadt gyorsan megyünk. Mi van nálunk? Nálunk van az üzemanyagos kanna, nálunk van az, jó, oké. Húzzunk mind az őrültek, tényleg azt fogjuk megszerezni most, ami szükséges, és... És közben mondom, hogy miben segítettetek. Egyébként tényleg rohadt sokat segítettek. Nyissuk ki. A dízeles kannát nem hiszem, mert minek, inkább majd megtankolunk, és rohadt gyorsan fogunk közlekedni. Várjál, amit kell csinálnom, azt így. Oké, tartományválasztó. Kézigáz. Ez nem. Ez viszont igen. Kézifék. Adja neki Sanyi. És egyébként
Rájöttem, hogy rosszat néztem, mert ez a tank. Az meg a hőmérséklet. Úgyhogy egész eddig el voltam tévejedve. Oké, csapjuk neki, gyerekek. Pár dolgot máshogy fogok csinálni most. Először is végig fogunk menni a földúton. Nem fog érdekelni ezután az a kombi. Ugye van az a csávó, akivel lehet kártyázni, és attól el lehet hozni azt a kombit. Nem érdekel az a kombi. Az egy szar. Egy az, hogy ugye Solbener riasztom, hogyha nem úgy nyered el tőle, utána néztem, akkor Solbener riasztom. Tehát nem tudsz ezzel mit csinálni. Folyamatosan durálni fog, amikor közlekedsz vele. Én alapban azért nem használnám, mert ne az legyen, hogy folyamatos, nem tudom, van itt duda? Nem tudom, mi a duda. De mindegy, ne az legyen, hogy folyamatosan dudálás hangot hallgatok, amikor játszok. Szerintem ezt gondolom, ti se akarjátok a gameplaybe. Tehát már azért nem használnám. A másik az, hogy rettentesen szar, ilyen nagyon folyamatosan lekotkodál, lefullad, nem indul el, csomó ideig kell indítgatni, tudjátok, minden, meg mindig csavarhúzónak nálad kell lenni, mert ugye nincs nálad a kulcs, úgyhogy egyszer, ha elnyerjük, akkor a miénk lesz, nem érdekel, teljesen felesleges, inkább akkor rámegyünk arra, hogy megépítsük a verdánkat. Elmegyünk erre, egy dolog az nagyon kell, ugye a kerekek, az nagyon-nagyon kell, meg még ráadásul, köszönöm szépen a segítséget, írtátok, hogy az első villára is tudok kötni. Utána is néztem utána. Viszont mivel már nem akarok hibázni, és nem akarok szívni annyit, mivel emberek a játék tényleg az annyitja, hogy utána kell nézni, vagy pedig ti segítetek. Ez köszi. Viszont kettő dolgot nem tudsz felkötni. Tehát nem tudok olyat csinálni, hogy vontatok, és az első villát is használom. Az első villára a kötés az jó, hogyha fel akarod rakni valahova például egy platóra, vagy valamit akarsz vele csinálni, de hogyha az első villára már kötsz, akkor nem tudsz a hátsóra. Ha hátsóra kötsz, akkor nem tudsz az elsőre. Szóval mindenképp a traktorra csak egy dolgot tudsz kötni. Úgyhogy erre is figyelni kell. Ennek is utána néztem, mert ezt a játékot én meg akarom csinálni most már. Ez egy ilyen, ez rosszabb, mint az 1 milliárd euró kihívás. Ez gyerekek, ez úgy felszívott, vagy felhúzott engem az a játék, hogy ezt nem fogom elengedni. Ha megdöglünk, akkor se. Pedig tényleg az előbb úgy voltam, az előbb vettem fel a negyedik rész srácok, és képzeljétek, és megint jön a csekk, és megint ilyen, nem tudom, 7000 valamennyi csekk beérkezik, és akkor ugye összesen jövünk már, vagy 13000-rel, vagy mennyi, 13000-rel. Honnan szedjük 13000 ilyen, nem tudom mi ez, rubeld, vagy márkát, mi a márka van, 13000 márkát, és azért, és akkor még nem, egy hét nem telt el. Úgyhogy azt a modot, azt kicsaptam a francba, ne használjátok. Hogyha nem akartok rosszat magatok, vagy nem tudom, ne használjátok. Egyébként, ha nagyon akartok időt pörgetni, akkor tudtok úgy, hogy azt hiszem, hogyha mentetek és kilép a játék, és visszaléptek, akkor talán 2 óra eltelik. De egyébként meg nem mondom, hogy miért nem rak akkor a készítő, miért nem rakott egy időpörgetést a játékba, vagy valamilyen funkciót, mert ha egyszer így meg lehet oldani, akkor úgyis mindenki ezt fogja használni. Szóval így fogunk időt pörgetni, ha kell. Mapot azt még mindig nem használjuk, inkább tanuljuk a játékot. Úgyhogy ez így fog menni. Oké. Csapatási van, gyereke. Sajnos most legelőször ugye ezzel tudunk menni. Az a terv, hogy bevásárolunk, most mindent megveszünk, tényleg mindent, ami kell. Ne kell nagyon visszamenni a boltig, és azt fogom csinálni, hogy ugye kitépjük az automatát. Amint az automata megvan, utána... nem gondolkozzak? Utána, ugye abból lesz pénzünk, és valószínűleg azon gondolkoztam, hogy azt fogom csinálni, hogy... visszajönjünk az autókereskedőhöz, vagy nem tudom mi az, szervizhez, ugye amit el fogunk menni, és onnan pedig megveszünk jó alkatrészeket, mert ugye vannak új alkatrészek, és már azt fogjuk beépíteni akkor a kocsiba, mert ugye nem mindegy, hogy ilyen nagyon fos alkatrészekből rakod össze a kocsit, mert akkor mit forra víz minden problémája van, vagy pedig zsírúj alkatrészekből, akkor egy nagyon patika verda lesz. Úgyhogy erre gondoltam, hogy azt fogjuk csinálni, hogy szerzünk egy kis lóvét. Hát az automatában jó lenne, hogyha sok pénz lenne, gondolom az random. Nem tudom, hogy mennyi a max, amennyit ki lehet beőszedni, vagy ez hogy működik.
Annyi, hogy a gumikért bemegyünk, de rettentő hatékonyak és nagyon gyorsak leszünk. Nem fogunk, nem tökölünk. Ja, meg azt mondtátok, hogy arra figyeljek, hogy az inventory módba az is tud nagyon nagy durva gamebreaker bugokat csinálni. Úgyhogy, amikor kilépsz, akkor van az inventory-ba cucc, akkor az hajlamos elveszni. Hát ez nem aranyos egyébként. Sőt, ez nagyon nagy problémát tud okozni. Főleg, hogyha egy olyan cucc van benne, amit nem tudsz pótolni. Mondjuk most mi van az inventory-ba? Ja, itt a rádió. Szerintem azt nem tudod újra pótolni. Jó, nem az... Pucca nélkül élni majd. Nem fog sem... Ott ment a... Ott jött a vonat szerintem, basszus. Erre meg... Erre is vigyázni kéne. Szerintem ott jött a vonat. Én láttam rosszul? Nem, ott jön. Hú, azért egy ilyen eltrofál, az lehet, hogy nem vidám dolog. Igen. Ja, nézzük közben a roncsokat, viszont... Mivel két dolgot nem tudunk egyszerre vontatni, meg se próbáljuk. Vagy gondoljátok, én megpróbálom, de elvileg nem tudunk két dolgot egyszerre, úgyhogy hiába ezelőtt ugye mondtuk a kocsit, hiába tudtam volna, hogy fel lehet kötni az elejére a automatát, annyi lett volna, hogy esetleg azzal tudok könnyen pakolni, fel tudtam volna rakni a kocsi tetejére. Mindegy, nem kell, mivel a kocsit nem fogjuk vontatni. Viszont ha roncsot találunk, akkor nem tudjuk elhozni egyszer az automatát. Az automatára fogunk koncentrálni, és tudom, hogy nem lett volna muszáj elhoznom, de otthon akarok egy olyan automatát. Most az a cél, hogy olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudunk, megpróbálunk odaérni, hogy a bolt zárás előtt. Azt hiszem, hogy 6-ig van bolt, úgyhogy toljuk neki, mint az őrült, annyi, hogy rohadt gyorsan megszerezzük a kerekeket. Már lehet, hogy visszafele is megszerezhetném a kerekeket, de visszafele megmondom őszintén, lehet, hogy a rendes aszfaltos úton jöttem volna, megnéztem volna, hogy az milyen. Azért jövök itt ilyenkor erre, mert a kerekeket meg akarom szerezni. Összeszedett vagyok ám, gyerekek, ki... Pedig az előbb majdnem elsírtam magam, hogy megint jött egy csekk, és már tudtam, hogy ez a mód, ez olyan szinten nyírta ki a játékomat, hogy nem fogok vele tudni mit csinálni. Úgyhogy, ja. Itt nem fogom most... Nem fogom összeszedni a cuccokat, nem tudom, hogy biztos itt van most is. Nem szedem össze, hanem majd amikor jövünk vásárolni, akkor összelopom. Úgyhogy azzal se húzom az időt. Viszont azt hiszem, hogy itt lesz a kísértett ház jobbra, ha nem, a híd után, ugye? Ugye? Ugyatok, hogy itt van. De rohadt gyorsan fogunk földzsavelni. Azt hiszem, hogy itt van. Rohadt gyorsan, hogy ne húzzuk az időt, hogy a bolt zárás előtt odaérjünk. Már törjük is be az ajtót, mint a shit. Na, és basszus, és pont nem férte. Hát ez nagyon jó. Na, várja. Ja, kitört ez? Basszus, na, már váltsunk vissza. Ja, kitörte, jó, oké. Okay. Azon már kiférünk szerintem. Oké. Okay. Vagy beférünk, nem kiférünk, sőt, még ilyen rampám is lett. Na, rohadt gyorsan. Meghal... Most miért nem megyünk? És miért? Néha a gyerekek, ez bebugolunk valamibe, vagy nem tudom, mi történik, és akkor így, ilyenkor így, mi történik? Látod? Ez tök jó, nem? Hogy így bebugolsz valami talajba, vagy nem tudom. Ah, gyerekek. Miért? És nem megy. És valami be vagyok a talajba, vagy nem tudom mit. Hiába nyomom a guggolást. Na jó. Ja, iszok a kávémból addig. Nyugtató hatású kávéból. Ezekkel egyébként, ezekkel az indie játékokkal mindig az a probléma, hogy nem is a játékmeneti mechanikákkal kell megküzdened, hanem szinte inkább a bugokkal, most érted? Nyomom én a C-t, meg a shiftet, meg mindent ám ilyenkor. Mármint a C-el ugye változtatnám a magasságát, hogy googolok, nem googolok, azt így nyomogatom, hát hogyha változik, nem változik, mert itt szerintem a mennyezetbe be vagyunk bugolva. Jó, ugrottunk egyet, és az megoldotta, jaj de jó. Sőt, föl is váltunk, az viszont nem jó. Oké, okay, jó.
Te vagyunk. Csak nem... Ez olyan hangos volt, sőt, még mindig hallom. Jó, talán megúsztuk, azért elég vagányak voltunk. Várjátok, hány gumi van nálam? 1, 2, 3, 4, jó. Oké, és kocok. Ajtó becsuk, most magamnál hagyom. Mehetünk is innen. Rohadt gyorsan. Mert... Hú, gyerekek, egyébként segítettetek még valaga, ezt nagyon szépen köszönöm, hogy elvileg, hogyha káromkorok, akkor megy le a stressz szinten, mindjárt is próbálom. Na, nyomjuk neki. Jó, a kerék megvan. Menjünk gyorsan, menjünk gyorsan. Na. Igen, ugyanúgy megy le, basszus, nézd már meg. Akkor a cigit nem is kellene. Fölösleges a cigi, csak ezt nyomkodni kell az el. Egyébként, ja, van rádiónk. Csak ez úgy szól, mint a szokó rádióra emlékszem, és az zenéket, amit beraktam, azt nagyon jó minőségbe akarom, azért hoztam magnót. Ja, meg miért hoztam a magnót, ugye? Arról nem is beszéltünk, hogy a játékban régebben nem kellett ugye elemet venni, hanem az ilyen magnó, meg lámpa, azok így működtek. Most már ez nem nincsen. Úgyhogy rengeteg ilyen, hát mondhatni, nehezítés van, például ugye a járművek terén, hogy konkrétan traktorral kell itt jönnünk, mert nincsen furgonunk. Viszont nincsen, vagy elemet is kell venni az eszközökbe. Mert azok sem működnek. Például a zseblámpa is otthon van, nem működik. Elemet kell venni, azt is, és azt nem vettünk. És csomó minden szerintem elhanyagultunk az előző gameplay sorozatba, ami három részig jutott, jó nagy sorozat mi. Jó, gyerek, no problémo, vagy gyerekek, no problémo, megyünk, mint az őrültek, csináljuk. Szerintem nem vagyunk már messze. Itt van ez a tánchely, nem? Na jó, mindjárt menjünk, aztán majd kiderül minden. Egyébként nem nagyon szereti ezt a... hazafele szerintem elmegyünk az aszfaltos útnak. Bár akkor lehet, hogy nem kéne inni. Na, megbüntetnek minket. Már most előre látom, hogy még nagyobb izék galibákba keveredek, mint ez előtt. Júj, meg hát az aszfaltos útnak megyek, és lesz igazoltatás, és meg le, nálam lesz a izé, a... Én azt hiszem, hogy valami tánc, itt valami puli, valami diszkóhely, vagy valami ilyesmi akar lenni. Egyébként egész jó haladunk, most egy kicsit olyan dinamikusabb az alak. Egyébként, ha nincs a bolt, akkor se gond, akkor maximum reggel kell vásárolnom, de hát ez jó lenne, hogyha ezt már most megoldani. Nincs óránk, az nagyon jó, hogy nincs óránk. Nem is tudom, melyik a... az van. Melyik az óra? Van elvileg egy óra. Nem tudom melyik B, vagy... Lehet, hogy a T. Na, a T. J. Nem tudom melyik van, mármint így meg tudod nézni az órádat, de most nekünk nincsen. Mi a karodon? Tudsz karórát szerezni, ugye? Kenjük neki mind az állat. Autóroncsot láttok, szóljatok, jó? Bár igazából most olyan messze lennénk... Amire visszaérnénk, arra nem biztos, hogy megérné. Itt balra, itt van a izé, nem? Az autó, itt van balra benne, itt. Jó, de most ugye nem megyünk, nem húzzuk vele az időt, nem megyünk rá. Itt van benne az autós. Itt egy pajta. Pajti vagy pajta. Oké. Aszfaltos útnak elvileg hamarabb hazaérnénk, úgyhogy lehet, hogy azt fogom csinálni. Meg azt is meg kéne tapasztalni, hogy elvileg járnak járművek, meg minden, csuda dolog van. Itt van, ott egy csávó. Na, azt meg mindjárt elütöm. Nem fogok megállni neki. Hatékonyabb vagyunk. Figyelj, ez pont ki fog jönni erre. Menj innen, haver! Sanyi! Az öreg anyád. Lassan odaérünk szerintem ám a faluba. Ott a templom, figyeld. Vagy a... valami van ott. Nem is a templom. Jó, tök gyorsan ide értünk. Azért, mondjuk nem értünk még ide. De szerintem most sokkal dinamikusabbak vagyunk, és gyorsak, és... Vagy pedig a kávé, iszom a kávémat itt ezerre. 5 kávét megiszok mindig videózás előtt, lehet, hogy nem tesz jót. Úgy felpörgök. Olyan, mint a Hamia izébe, a túl a sövényembe. Nem tudom, láttátok, Hamia túl a sövényembe mi volt?
úgy látom, még nem értünk be a faluba. Úgy emlékeztem, hogy elég közel van, de úgy látom, nem? Nem is valószínű, hogy villára kéne akasztanunk azt a kotlát, mert hogyha akkor húzzuk, akkor ugye a súrlódástól lassabbak lennénk, de ha villára akasztanám a... Minek nevezik azt? Azt a játékautomatát, akkor az úgy jobb lenne. Csak hát, hogyha igazoltatás lesz az aszfaltos úton, mondjuk akkor meg letérünk, nem? Valamit kitalálunk majd gyerekek, vagy nem tudom. Megöljük a rendőröket. Eked van hozni valami puska nincsen? Valamit. Áj, ide is értünk. Jó van. Franko, örülök. Szuper. Na, a boltba még talán be tudnánk térni, az jó lenne. Egyébként a legnagyobb probléma, hogy nincs órám. Nekem az tök zavaró. Főleg most meg már abszolút nincs, ugye még a gyors pörgetése móddal se tudok mit kezdeni, mármint hogy megnézni az órát se. Szóval ez így nem a legvidalmabb. És a templomon sincs óra, ugye? Ciki. Na gyorsan, menjünk a boltba. Meg kéne tankolnunk, és megnézzük ott, azt hiszem van a falon óra. Yeah. Itt a busz. Satu! Oké, okay. Állítsuk meg. Hello! Azt a betya. Hát ezt jó ide tettem. Mondd, hogy nyitva van. Jó, de jó, hogy nyitva van. Hány óra? Marja, a 3-6. Ja, 8 óráig van nyitva. Jól van, oké, okay, mázlingban. Hú, és elvileg van elem. Itt az elem, látod-e? Várj, veszek egy elemet, berakom a rádióba. Még van időnk bőven. Azért, mert akkor... Hogy te, mert ezt ugye akkor így... Csak az elem van benne. És hol a rádió? Jó, szállgatom a rádiót. Ki vagyok ám most idejével? Most komolyan mondom, most olyan összeszedett vagyok, látod? Ugye most, hogyha megvettem volna mindent egyszerre, akkor ezt hogy tudom belerakni, testvérem? Jó. Most egyesül... Nem mondod, basszus. Hát hallod? Azért ez a játék. Azért ki van találva, na? Yeah. Hány kell bele? 4? Ami nem van már annyi. Még tankolnom is kell ám. Hey. Nagyon ráfügtem erre a zenére most. Na, oké, ezt betehetjük. Be. Oké, ezt meg nem tudom hol helyem. Bedobom a kabinba. Jó, akkor a rádiót, ezt ide rakjuk valahova. Ez sikerült. Jaj, de jó. Rakd már le ezt a rádiót. Na, ide rakjuk a töttör mellé. Jó. Oké, ezt most bevásárlás megy. Mi az, ami kell? Gyorsan. Júj, mondtátok, hogy chipset vegyek, vegyek chipset is. Nem romlik meg. Oké, okay, kóbász is viszont kell. Ezt vigyük haza. Ugye kóbász jó. Minek veszünk olyan sok fajtát? Elég a kóbász. Kell egy ékszíj. Kell ebből 3. Ebből azt hiszem 2. Ebből is vegyünk 2-t. Egy aksi. Egy olajszűrő. Egy gyertya. 2-t azért, mert az olyanokba kell. Lámpecs, kucs, kics, kacs. Kavé, cukor, bukor. 2 élesztő. Mennyinél tartunk? 2100-nál. Megyünk itt poroltót, aki gyullad a kecó. Hát majd figyelünk, hogy ne gyulladjon ki, nem igaz? Mi kellene még? Kéne még egy rekesz sör. Ennyi volt, testvérem. Azt a betyár. Hát ennek nem vagyok boldog most. Na, várja. Hát ez most nem jó, mivel nem fog ez már beférni a inventory-be, vagy 3 dolog. Várj, akkor dolgokat ki kell vinnem. Hát ez nem jó, nem jó. Sört nem tudom minek vettem, de mondjuk kell, hát sör. Oda mennyibe. Jó, az jó helyen is van. Való gyerekek. Jó, egész jó állunk. Mármint így ki van számítva minden. Látod milyen, hova ide értünk? Jó, még 7 óra lesz. Várjál csak, az inventory-ba még fér. 1, 2, 3, ez már nem. Oké. Okay. Ugye itt van a kerekek, meg minden itt van nálam.
És akkor az a gond, hogyha időt akarok pörgetni, vagy ki akarok lépni, vagy akarok menteni, akkor ugye az inventory-ban nem lehetnek dolgok. Úgyhogy az a... Ó, te, hát dobni akartam. Úgyhogy, de egyébként az, hogy le kell feküdni a földre, hogy fölvegyél valamit, engem az, az az, ami leginkább irritál. De nem merek már több módot kipróbálni, mert... megint az történik, ami most, akkor az sírógörcsöt kapok, tényleg. Na, menjünk éle tankolni, és Magnó... Menjél te is be. Az igen. Ügyek. Egy kicsit lehet, hogy zsúfolt lesz itt a dolog. Várj, azt a Magnót, ezt el... Ezt a Magnót, ezt újra kéne rakni, hogy ezt így hallgatjuk majd a... Csak ezt valahogy... Ezt valahogy ide akarom rakni, ide. Az ő tökéletes gyerek. Nagyon jó. Viszont az ajtót beteszem, mert lehet, hogy kipotyognak a dolgok. És... gyerekek, mi van itt? Hát ezt nem tudom ezeni. Kontrollálni itt a dolgokat. Ez most kézig azt miért nem érem? Na. Tankónyi köe! Melyik a dízel? Felül, nem? Ilyet, meg ezeni, főbököm a... kutat. Kutat nem lehet kitépni a helyéről. Elvileg ez most így jó nekem. Talán nem baj, hogy nem állítottam meg. A rádió már a rádiót valahol be kéne ékelni. Jó, tudtam, hogy hol van ez. Ja, meg a izé kannába is kéne tankolni, ugye? Benzint. Fú, baze. Még a végén izé jön. Sietni kell. Látjátok, ez a baj, nincs óra. Ez nagy problém. A kanna az meg benn van az inventorimban valahol. Úgy, ezt mindjárt ledobom. 938 pénzünk van, hát tényleg kell pénzt csinálni. Tankolj, 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 tankolj. Kb. Mennyi egy óránk volt, nem tudom mennyi idő van. Ezt kiszámoltuk, most nagyon, most komolyan mondom, most olyan progresszív játékmenetet csinálok, hogy ez őrület. Na, töltsd meg, töltsd meg. Oké, megvan töltve, tudom jár a motor, nem gond. Ez vissza sikerült lenni? Hát még sikerült. Oké. 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 Benya. Ez ugye a kocsiba. Meg esetleg, hogyha nem tudom a két tét, azt hogy tudjuk keverni. Hol tankba lehet keverni a két tét? Szomjósok vagyunk, basszus. Kéne inni egyet. De mondjuk a kocsmába is tudok inni. Meg lehet, hogy enni is fogunk a kocsmába. Viszunk egy-két sört, meg eszünk. Oké. Pisztoly vissza. Ezt elrakjuk. Hát figyelj! Ezt leállítom, azt itt hagyom. Azt sem tudom hány óra van, bazza. Ja, ez nem áll le így. Kézig azzal. Oké. Itt hagyom, mert miért ne... Várjál, nem visszacsavartam a... Ezt nem csavartam vissza. Áááá, bazzeg, komolyabb volt a pörgés van! De most ez meg... Közben meg izé... pörgetem az inventorit is. Jó! Oké, meg vagyunk. Kéne fizetni. Hány óra van? Áááá, még csak 48. 213, ha van izé. Azt hiszem, hogy ezt nem lehet ellopni, ezt az automatát, úgyhogy ezt hiába is nézegetném. Vagy nem gond. Mit kellene csinálnom? Ezzel én úgy játszanék néha. Meg akarom nézni a posztereket, mondtátok, nézzem meg a posztereket, mert akkor tudom, hogy hol van, meg mikor van buli, meg ilyesmi. Hoppa, na, ott van, igen, és ez egy diszkóhelyiség, és valami Koe Musikia van, meg Vicseja, és Klo. 20-tól 4 óráig, nem tudom mi az a kló. Gyerekek, ebben segítsetek ma! Rádió. Meg valami polisz dolog. Jó, akkor ezt is tudjuk. Mindjárt bezár a bót. A kocsmába eszünk egyet, hiszünk egyet. Azt csináljuk, hogy akkor utána meg bezár a kocsma, akkor meg kiraboljuk gyors, és akkor megyünk is vissza, nem tökölünk el. Mennyi idő van? Ez várja, ez kívülről látom ezt az órát, mert az lenne jó, hogy ezt az órát...
Ó, simán látom. Na, mert akkor így tudom itt is, hogy mennyi idő van, mert amúgy prattul nem tudod. Viszont innen ki kéne pakolnom az inventorimból. Pörgünk ám, nem tökölünk. Úgyhogy itt... Ezt ide kiszórom. Talán ugye így nem tűnik el. És akkor ugye így tudok menteni. Annyi, hogy az a baj, hogy nem tudsz úgy normálisan menteni. Nincs mentés, hanem ugye buriknál tudsz is, az a szerencséd van, buri. Csak ugye kilép a főmenübe. De nem gáz. Várjál, most volt ugye mennyi volt? 3-4-8 volt? Vagy valami fél 8 volt? És megnézzük mennyi. Mondjuk megyünk úgyis a kocsmába, megnézzük mennyit pörög. Elvileg, ha jól tudom, 2 órát ugrik egy az idő. Hát, de ennyi erővel érted? Miért nem rak be a játékkészítő egy időpörgetést? Mert most akkor mi történik? Nem? Hát, én érted, most akkor ezt kell csinálnod azért, hogy időpörges 2 órát. Akkor már rakod volna be egy gombot, hogy időpörgetés, akkor nem kell ezt megcsinálni, fölösleges. Vagy lehet, hogy azért gondolta, hogy hát, hogyha időt akarsz pörgetni, akkor ments is. Érted, lehet, hogy erre gondolt, nem tudom. Na mindjárt, megnézzük, hogy mennyit pörgött az idő. Talán pörgött is, tényleg. Igen, már nyitva van a kocsma. Ó, és meg a sötétebb is van. Viszont tennünk kellene, meg szomjasok is vagyunk. Kilenc óra valamennyi van. Ja, hát valamennyit pörgött, nem tudom, majd 2 órát? 7 óra valamennyi van. Adj egy kis kaját. Hello, jó napot kívánok! Szevasztok, gyerekek! Ú, szomjas vagyok, először egy sört. Nem vettem cigit, srácok, azt ugye vágjátok. Úgyhogy egy cigit is kéne venni. És basszus, elköltöm az összes pénzem. Ezt nem hiszem el. Komolyan mondom, ezt nem hiszem el. Ez mi volt? Hallod így... Leverem a saját cigimet. Na. Mi kéne még? Lehet, hogy egy kávé is kéne. Meg egy... Kéne egy kaja. Az mennyi? 25-be kerül? Ez így... Úgy gratulálok. Ó, elment. Fú, elment most tüzét csinálni, kaját csinálni. Még pókerezzünk egyet, hogy valami legyen. Dobok egy 10-et rá. Lehet emelni a tétet? Az mi? Ó, ez kidobta a pénzt. Figyelj, tök mindegy, mennyit vesztek. Úgyis én fogom ki. Ez mi? Aha, ez izé, ez emelni a tétet. Ez a max state. Mennyi az? Mindegy, pörgess, nyomjunk egyet. Királyász! Hát ebből nem sok mindent fogunk kihozni. 2-6-os viszont van, hülye vagy? Keeper. Úgyhogy egy párod mindenképp van. Mi a pár? Miért nem volt a... Miért nem adta meg? Mi volt ez? Miért nem adott... Én voltam bak, vagy mi? Ott a 2-5-ös. Egy párra nem ad semmit? De ez mi? Hát ne haragudj, nekem kéne adni a párra, neked. És én vagyok a hülye. Kész a kajám? Jó, kész van. Kész a kajám közben, vegyek mindjárt gyerekek. Szóval lejátszom. Nem értem egyébként, hogy a pára miért nem adott. Még van 2 pörgetésem. Hubi. Hát ez semmi. És az utolsó. Most lesz a nagy, most beadja. Figyelj, most megfogom még egyszer ezt a 2 párt, vagy egy 2 négyest, tehát én rohadtul kíváncsi vagyok. És bazzak, a párra nem ad. Ez egy vicc. De szerintem baj, hiba. Na, meg akkor, most meg nagyon szomjas lettem. Úristen, milyen hang volt ez? Mondjuk aztán van nekem söröm.
Meg ingyen lenne, nem? Menjünk aztán... Kaja az oké, okay. Iszok a ládámból, nekem elvileg van ládám. Hú, azt hittem, hogy van itt valaki. Na, ott a sörös ládámból gyorsan megiszok egy-két sört, aztán úgymond pörgetjük az időt. Hajnali kettőig, azt hiszem kettőkor zár a kocsma. Így egy kicsit egyszerűbb, nem? Úgy van. Ez fit, hogy ez a sör jobban táplálna, vagy mondjam. Oké, nincs nálam semmi az inventoriban. Hány óra van? Itt rás kubizok. 9 óra van. Akkor 11, meg 1, meg nem tudom. Vagy ez random módosít az időn? Most mennyi volt? 9 óra. Most kíváncsi vagyok, mennyit fog ugrani. Hát bocs gyerekek, hogy ezért van. Ez a kilépés módszerrel kell csinálnom. De jobb, mint hogyha szerintem itt ülnék, érted, aztán nézném, hogy mi történik. Ez kevés, hogy WC-t lehet menteni, csak ez is tök durva, mert ugye nem menthetsz kint a réteg. Bár biztos van olyan mód, hogy mit olyan gyors mentést tud berakni, de hát... Hát én érzem, hogy ez nem a legigazibb lenne. 9 óra, most nagyon gyorsan visszafutok, és akkor pontosan meg tudom nézni, hogy mennyi időt telt el. De szerintem 2 óra ugrik. Vagy másfél, vagy 2, vagy random? Ezt lehet, hát tudom képzelni erről a játékról, hogy random lesz. Ez a játék egyébként egy akkora izé, akkora troll, hogy ez őrület. Na nézzük. Te valahol, ez még mindig ugyan, figyeld meg, hogy nem ment az idő. Szerintem ez riktig random, hogy nehogy jól érezd magad. 10 óra, 1 óra telt el. Pedig basszus, biztos vagyok benne, hogy nem 1 óra telt el az előtt. Na most 10 óra 10 van. Gyerekek, nem egyszerű. 10 óra 10 van, és mennyi lesz? 11 óra 10? Így nem tudsz mit csinálni, ez, és az időpörgetés, hát az meg egy rémálom. Hát ennek egy örültem annak a módnak. Képen kinyírta az egészet. Most fontmód van benne, azt hiszem, hogy magyar tisztításhoz valami 4 darab tartozik ám. Amiatt olyan soknak tűnik. Ugye a minimap van még egyébként. Ben. Amit nem használunk ugye egyáltalán. Meg nem is tudom, ugye meg az inventoring. Az inventoring is ugye van. Okay. Hát most ugrott sokkal többet. Figyeld meg. Ez szerintem random. Esküszöm, ez random. Oda nézzé. Most meg... Most még 12 óra 5 van. Látod? Tök random. Most 2 órát ugrott. Az előbb 1 órát ugrott. És ez... Mi ez, gyerekek? Mi ez a játék? Ez egy akkora... Ez a készítő szerintem így dörzsölt egy markát, hogy szivatnak meg. Most érted? Most lehet, hogy 5 órát ugrik, és akkor cseszem el azt itt a... Nem tudom ki feltörni ezt a helyet. Aztán majdnem 2-ig van nyitva. Menjünk vissza. Jó lenne majdnem 2 lenne ma. Vagy pedig legalább hasonló. Az előbb 2-t ugrott, remélem most is. Figyeljetek, ez szerintem simán jó lett. Nem hallok semmit. Ó, be van zárva a kocsma, hajnali 2, már elmúlt. De ott volt a bicikli, ez érdekes. 2 óra 5, most megy a csávó haza. Áááááááá, mondta én! Jó van, akkor már jövök is traktorral. Most már összeszedhetem az inventoriba a cuccokat. Így nem akartam inni, na mindegy. Oké. Okay. Hol a magnóm? Ja, benne a verdába. Kapcsolok egy benti lámpát, mert én ezt szoktam élni, hogy van. Ez a magnó jó lett volna, hogyha nem esik le mindig innen, de hát úgy látom, hogy ez csak egy álom marad. Oké, okay, és akkor betörjük azt az ablakot. Szerintem maradhat alacsonyban.
Kicsit be vagyunk rúgva, úgyhogy lehet, hogy nem lenne jó, hogyha aszfaltos úton mennénk, de már csak a poén kedvéért is megkockáztatnám. Ja, ide van kézifék. Ez egyébként ez a kéziféket szerintem belántja mindig, hogyha mindig berántja, hogyha mentesz egyet. Meg ugye az ilyen ízés szemeteket eltüntetik, meg ilyesmi. Ilyen nyomunk egy kis zenét. Hazafele nyomunk zenét, jó? Addig nem akarom itt, mert concentration van. Oké. Valahogy úgy kéne kirántani. Hüha. Basszus. Ez shitre jutunk előbb-utóbb, én már biztos vagyok benne ebbe. Valahogy úgy kéne kapásból ráfogni, hogy rántsa is ki. Így, az, így valahogy, és az ablakon keresztül kirántja. Ebbe gondolkodik a keeper. Ez lenne jó, hát nem tudom, nincs messze. Na. Azt mondta, hogy nem működik most. Az nem az, az a bedobó. Nem ilyen tök. Ott van a... Egyébként ezeket a pontokat is például, hogyha készítő jelöltél volna, lehet, hogy nem kapna mindenki izét agyvérzést, mert most figyeld, érted, így végigpásztálod, így. És akkor van egy ilyen pixel pont, hogy nesze. Meg itt is. Nem, ezzel azért nem ragudjál. A készítő ezzel, hogyha segíthetett volna, de nem hiszem, hogy nem szándékosan nem segített. Komolyan mondom, én nem akarom bántani, de azért... Ujjaj! Ó, pont megtűzött. De jó lett volna kirántja. Hopp, majdnem kijött. Kéne rángatni ezt, akkor talán egyszer úgy fordul, tudod? Ó, majdnem. Megtűzött a... Hopp. Jó, ez nem egy rossz egyébként. Másik irányba. Kiszállás. Gyorsan, gyorsan. Lopjuk a verdal, vagy a cuccot. Csak nem tudok ráfogni, majd biztos vagyok benne. Várjál, hogyha ezt itt lecsatolom. És ezt hetem, mert mindenképpen ilyenkor elmegy a csatolás. Gyorsan, gyorsan, gyerekek! Lopjuk el a cuccot! A magnó meg már megint itt van elő. Lol. De ez megint nem örülünk neki. A busz sofőr az meg végignézi, hogy hülye gyerek meg kitépi a izét az automatát a falba. Innen gondoltam, hogy innen nekiállunk. Ez az jó lesz nekünk, nem? Yeah. Remélem, hogy rá tudok fogni itt. Bár aztán szerencsém van, biztos nem. Én nem találom meg 100 évig itt ezt a... Oh! Csoda történt! Pont megint csoda történt! Ez az! Az az! Attachment check volt. Na gyerekek, előre, he! Ja, vezetői módba kell lépni. Na, gyite! Nem jó, meg van tűzve. Lehet, ez az jobban nem tűzheted volna meg. Meg kell próbálni meglökni. Áll meg. Ha be tudok ugrani. Be tudnék ugrani, akkor ez jó lenne. Hát ez érdekes, jó van. De így most már ugye van ez a jéj. Remélem, hogy tudom, meg tudja. Ó, nagyon sándorosak vagyunk. Nagyon jó voltunk.
Az, hogy ez érdekes, hogy néha működik, néha nem. Ez is, ez egy, ezt állítom egy ilyen random faktort, így belerakott a csávó, hogy... Tényleg már ilyen izé van, ilyen paranoiám van ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy mikor szopott meg ez a készítő. Tényleg ez így, milyen érzésem van. Na, annyi van, hogy ezt szerintem fölkötöm a izére. Vellára, és úgy fogjuk védni, és akkor nem kell végighúznom. Végülis, az úgy nekem biztos jobb lesz. Na. Meg a váltó, az így hiába nyomsz kettőt, mindenképp csak egyre vált, na időbe telik neki. Úgy. Oké. Okay. Ki kéne rakni üresbe, mert mondtátok, hogy azt csináljam, hogy amikor... Hű, te mi van itt? Amikor például ezt engedem, akkor nyomjam a gázt, és akkor tök gyorsan csinálja. És igazatok van. És ezt jó rá is csesztem most, mármint rá dobtam. Magnó kiesett, nem esett ki, nem, hogy elveszítsem. És azt mondtátok, hogy az első szekció... Ohó, hát ezt igen, igen. Köszi, srácok, hogy ezt megint megosztottátok a keeperre. Elad, és akkor vihetjük. És már hajnalodik! Kiugram az ágyból! Az automata már várni, ám! Kellene egy zenét tolni, gyerekek! Jó. Ja. Az Istennek se úgy esélye, ahogy kellene. Be kell kapcsolnom, aztán akkor már úgy megyünk, hogy bömböl a muzsika. Hát ezt nem ezt akartam. Na várja. Hallod, most az elét keres, érted, amikor éppen akció van. Várja, hogy kell bekapcsolni? És ez tényleg nem szól? Ez nem szól. Miért nem szól? Na várjál, most ki van kapcsolva? Hogy nem tudod, mikor van kikapcsolva? Ez a kotla nem szól. De raktam bele elemet, nem gyerekek, vagy mi történt ez? Elromlott az elem már. Ó, még kell egy elem bele, dikoz. Hol van az elemem? És keresheted meg. Hol van az elemem? Volt egy elemem még. Te fiú, hol az elemem? Esküszöm, volt még egy elem. Na, de jó! Komolyan mondom, hiányzik egy elem. És hol van? Azt beloptam a kocsiba, nem? Vagy hova dobtam? Jó, hát ez megint elveszett. Tök jó. Tuti elbugolt, vagy valami. Áááá! Te hallod? Ez mi? Sörös üveg. Aznak meg kell lennie. És nincs meg a dolemem. Nézzük meg. Ez nem az. Ez az aksi. Nincs meg. Nagyon jó. Hello. Hello játék, megint megszivattál. Hello. Hát ott nincs. Ott sincs. Ott sincs. Ott sincs. A izében van a zsákomba, vagy mi az. Most ezt elkezdem kibontani, és mindenki fog potyogni belőle. Azt tuti. Tudod, mert ugye... Shopping bagban benne van. Ezt így lerakod. Na várj. Nincs meg, bazz... Nincs meg a izé. Azért a... gratulálok, nem a készítőknek. Hát de sehol nincs. Nem az én hibám. Beloptam a kabinba, és nincs meg sehol. Most ebből kezdek kipakolni, az a baj. Egy full random dolog fog kijönni vele. Most például az élesztő. És abban a sorrendben jön ki, bazza. És az elemet vettem utoljára, úgyhogy akkor ezt felejtsük is el, gyerekek. Vagy azt vettem legelőször. Jó, hát akkor megint érted.
gratulálunk magunknak, meg a műzőnek, designernek, aki megoldotta. Egyébként ez a játék, ez nem rossz, de hogy a készítők szemével játszod a kánya, a csecsebogyót, azért azt így tudnám kívánni néha nekik. Mert elveszett a gyelem. És nincs sehol. Tényleg nincs sehol. Ez őrület. Hány óra van? Sőtöd van 4 óra, úgyhogy hiába itt nem akarom megvárni én a... Így dobtam be a járműbe és eltűnt. Jó, hát akkor eltűnt. Na mindegy, megyünk, mert ez így... Szumka van. Nincs sehol, tényleg nincs sehol. Hát, gólya! Na jó, ezt rakjuk a révesz rádiót. Az izzógyertya, vagy mi az izzítógyertya? Ja, az a baj, hogy össze-vissza jön a táskából minden. Oké, jó, nincs semmi gond, ez van. Együtt kell élni azzal, hogy szopóágon vagyunk. Nincs semmi probléma. Hogyan lenne? Na várjál, nem azt akartam. Föl kéne elmenni ezt a kotlát. Okidoki. Teszünk neki egy retteletes. Mi van? Be van húzva kézifék. Be volt. Aztán adjunk neki, várjál. Izére gondolt a keeper. Nem tudom, merre kéne menni. Merre kell mennünk? Azon a gyalog. Arra van az aszfaltos út. Ez így jó. Semmi gond, de minden rendben van. No probléma. Nincs meg az elem. Elveszett. Jó. Nem baj, van egyébként még elem bőven. Nem megyünk az aszfaltos útnak, jó? Legalábbis megpróbálok. Szerintem erre kell, remélem, nem? Mondjátok, hogy erre. És akkor viszont ott úgy kell, hogy majd balra. Na, a rendőrök még igazoltatnak minket így. Az úgy jó buli lesz. Ja, így gyorsabban leérünk szerintem. Ez már az aszfaltos út? Az, az. Mi nem kell sokat menni, de ezt, amit van forgalom, úgyhogy óvatosba. Jó, sokat látunk, na. Figyelj, még kapaszkodó sáv is van. Hú, gyerekek, igen. Jó, nem van semmi. Nem fogom feladni. Nem fogom. Elveszett az elem, elveszett. Tudom, van rádió, de ez szokor rádió. Minőségű? Nem. Semmi gond. Figyeljetek, pénzünk lesz mindjárt, jön valami autó, valami rendőr. Nem az volt. Jó, elvileg nem is tudom, hogy talán az első kereszteződés balra. Tök hamar hazaérünk ám egyébként így. Ezt kell használni. Néztem a mapot, már nem gameplay közben, hanem úgy nézegettem a mapot, hogy merre van ez. Hogy így kitanuljam, és szerintem jó fele fogunk menni. Figyeljetek, szerintem ez teljesen természetes, hogy egy játékautomatát viszünk magunkkal. Nem akartam végighúzni, mert akkor meg lehet, hogy így mondom lassít. De ez így jó lesz. Tényleg, hogyha elvileg itt igazoltathatnak, úgyhogy ezzel be tudunk cumizni. Jó, az a lényeg reggeledik. Semmi gond. Minden rendben van, gyerekek. Csak már legyen egy elemem, és tudjam hallgatni a zenémet. Azt egyébként mindenképp azért akartam, hogy itt egy kamion. Hogy szerelés közben legyen majd. Nem merem lejjebb engedni ezt a szót, lehet, hogy jobb lenne. Itt van valami elágazó. Ó, itt vannak ezek a... Itt a tó. Oda megyünk, gyerekek, oda. Ugye itt a tóról láttuk ezeket. Tehát itt elfordul majd balra az út, és tök hamar hazaérünk. Ez egy jó dolog lesz. Ez egy tuti dolog. Itt vannak azok a műlesiklópályák, amit láttunk a csónakból az egyik részben. Azt hiszem az utolsóban. Ez mi? Balra van valami, de ez még tuti, hogy nem az. Ez tuti, hogy nem az. Na ugye nekünk egy ilyen, el kell fordulni ennek az egésznek egy ilyen nagy balost.
És akkor ott egyenesen végig sokáig, és akkor utána lesz egy elágazónk, és ott balra. Ez nem oda visz. Ez tudja, hogy nem oda visz, úgyhogy erre nem megyünk. Egyébként mögöttünk nem jön autó, vagy nem durran belénk? Hú, basszus. Csak nehogy igazoltassanak, ez az igazoltatás, ez full random, vagy mi lesz? Úristen. Ezzel a kombóval gyerekek nem fogunk... nem fogjuk kimagyarázni magunkat. Kár, hogy ezt nem lehet beüzemelni, miután kitépted, nem? Tök alatt lenne. Jó van, gyerekek! És arra fogunk koncentrálni már a következő résztől, hogy lehet, hogy rá magarettázunk egyen. Arra koncentrálunk már a következő... Na, itt balra kanyarodik ez az út. Jön a busz. Hogy összerakjuk a verdát, nem fogok tökölni. Megnézzük, mennyi pénz jön ebből. Ebből az automatából, és hogyha úgy van, akkor a... veszünk alkatrészeket az autószerelő műhelybe. Hát remélem, hogy jön belőle, nem tudom, azt hiszem, hogy azért 1-2000 jött belőle, nem tudom mennyi az alkatrészek. Mindegy, ez a terv. Erre gondoltam. Ezt meg tudjátok, hogy úgy kéne ezt lerakni valahova, hogy így felállítva, ott az udvarba. Ezt ilyen design lenne, így a fal mellé berakni, vagy valami ilyesmi. Nem is veszem le a kampóról, hanem kifeszegetem, kilutolom, ezt utána meg berakjuk valahova a fal mellé. Vagy a garázsba mellé, vagy valahova. Az miatt. Sokat nem látunk ettől a kotlától. Azt nem mondjátok, hogy csak izé ne legyen basszus nekem. Igazoltatás. Nem akarom lejjebb engedni, mert hogyha... Lehet, hogy nem tenne jót, hogyha be... gyűrnénk magunk alá. Belevágna a várokba. Jó, no probléma. Azt a cigit meg elpöcköltem. Jelzi, valami jávor szarvas veszély, vagy mi volt. Gyerekek, ez a játék, az feladja a leckét, tényleg. Na most már azért egy kicsit talán egyel kifonom volt abban játszunk, bár az, hogy ez... Az a baj ilyenek, hogy elem eltűnik. Be volt dobva ide, érted? És ennyire már közül sem merek nézni, most eltűnik véletlen valami, mit csinálok? Ütőfolyadék, meg minden itt van. Mi? Hűte, mi van itt? Ugye nem lenne az inventory, ott benn van egy csomó minden, 10 darab még, hát mi lenne itt ebbe az egészbe? Basszus, mondjuk én voltam a hülye, mert egy elemet kihagytam, ugye nem próbáltam ki, azt eldobtam, beraktam. Lehet, hogy az szemétnek veszi, ugye, hogy az már ugye vették ki belőle, és akkor azért eltünteti. Mindegy. Azt kell figyelni, hogy balra, hogyha lesz egy elágazó, akkor ott kell elmenni, és utána megint balra, és otthon is vagyunk. Úgyhogy tök hamar így otthon tudunk lenni. Figyelj, még előznek is, atvám. Ez mögöttem jött. Akkor nem durrantanak bele, itt kultúráltan működik a mesterséges intelligencia. Jó, szerintem igazoltatás se lesz. Eddig nem volt, nem? Nem tudom pontosan hol van. De hát bízzünk benne. Még nem tudom egyébként, hogy traktorra föl lehet jönni, de szerintem nem szólnak értek. Egyébként... Hogyha gyors járművel lennék, így pikpak hazaérnék így, úgyhogy érdemes. Várjátok, még annyit akartam megnézni, hogy mennyi üzemanyag fogyott. Jó, úgy látom, nem durva a fogyasztás. Ezelőtt rosszul néztem, ezt néztem, hogy üzemanyag, és közben meg az az üzemanyag. Na hát a magnót nem kellett. Azért nem, mondom, miért nem kapcsol be, vagy ki, vagy valami csoda. Sose derül ki, hogy milyen zene van mi. Gondoljátok. Kicsit rugalmas ez a kötél, van. Ha odaérhetnénk, vagy nem, ami lenne, lehetne. Szerintem rohadtul nem igazoltatnak. Mondjuk azért elég merész vagyok, így megpróbálom, hogy hát menjünk erre, lehet igazoltatnak, amikor viszek egy ilyen nagy kotlát. Ú, de jó lenne, hogyha lenne benne sok pénz, és akkor tudnánk
tudnánk új alkatrészeket venni a Sutumához, Satumához, vagy Sarumához, Sarumánhoz. Nem tudom, ez milyen hosszú ez a rész, de hát ezt már mindenképp az akarok érni. Következő részben én már üzélni akarok, szerelni akarok. Érjük utána magunkat már. Most ugye tényleg az kellett, hogy kellett venni a dolgokat. Meg... kellett pénz, úgyhogy ez, ez a kettő dolog, ez muszáj volt eljönni. De most már talán mik vannak itt, azt nézem, hogy egy rohadt igazoltatás nehogy legyen. Ugye jó lesz, hogyha lesz normális gyors járművünk. Ezt meg szerintem már kikapcsoltam a lámpát, nem? Kekmet! Micsoda traktor? Mi az? Fú, basszus, beleakadna az egyikbe. Jaj! De még az első kanyarról lesz balra, szóval itt nem lehet elhibázni, az tök jó. Úgyhogy nem kell félni ettől az útvonaltól. Ilyen epik egyszerű. Még nem baj, hogyha így megismerjük a játékteret. Ne féljünk tőle. Valaki mögöttem, figyelj, előz. Teljesen kultúráltak ez. Üüüü, basszus! Itt egy kicsit ezek elszálltak, hallod? Jókor előzött, ez tök jó volt. De szerintem ez semmi, nem lehet velük semmit csinálni, gondolom ezekkel a NPC-kkel. Viszont szerintem megérkeztünk a keresztelődéshoz, ott van egy tábla. Meg ott van egy ilyen, mi az? Mint egy ilyen lehajtó. Ez jó lesz. És elvileg, hogyha itt felmegyek, akkor balra, kapásból a félszigetemre jutok, szóval ilyen instant haza tudsz érni, így hát instant amennyire, hogy nem kell átverekedned magad az egész ilyen földes útakon. Itt elvileg, ez kapásból, így ki tudsz menni. És egyből balra kell fordulnunk, és haza is érünk majd. Ott van a stábla, nem hiszem, hogy túllépjük. Jó, ez jó, ez jó. Jó alakulunk, oké, örülök neki. Felfizetjük ezt a kotlát. Meg végre a zenétbe. Opa, itt kell balra egyből. És ez már egyből, ez már a félsziget, ahol lakom. Szóval itt ennek a végén már ott van a ház. Úgyhogy így gyorsan eljut, lehet jutni. Főleg, hogyha meg lesz már a Satuma, akkor az lehet gyorsan oda jutni. Ugye így skippeltük konkrétan az egészet, az autószerelő műhelyet, meg mindent, mert az autószerelő műhely meg ugye egyenesen lett volna tovább most. Így instant hazaérsz, itt lesz majd mindjárt a vasutánt kelő, és akkor ugye utána meg a balra a farakás, meg a többiek, itt aztán épület nagyon. Az igen, ez jó. Lol. Ezt akartam volna, csak most aztán full nem látok semmit. Essél le innen? Hát ez nem a legjobb. Na, tűnj innen. Jó. Egy járművel se láttuk itt közben, ugye? Utcélen. Kíváncsi leszek, hogy milyen villanyszámla jön akkor, hogyha nem... nem bugol. Mekkora, gondolom nem 6000-es lesz. Ja, várjál! Itt még kell jobbra menni. Aha, igaz. Bocsánat. Rosszul tudtam. Itt kell jobbra menni még. És... Ez a félszigetünk. Igen. Ez a félszigetünk. Ja. Itt a vasutát kellő kapásban. Jó. Hát azt szarom le, én nem lassítok. Megúsztuk. Jó, hogy ez nem rongálódik ezek a járművel, mert különben leamortizáltam volna keményen. Azt a betyár! Ez veszély! De hülye gyerek. Egy játékautomatát visz az elején a gépre. Lol.
De köszi szépen, hogy írtátok, hogy ide tudok függeszteni, azért ez egy hálás dolog. Nem? Most így végighúznám, lehet, hogy ugye lassítaná jobban a gépet súrlódás miatt, ugyanúgy, mint amikor húztam mondjuk az autót, vagy mondjuk annak a súlya is nagyobb volt. Na, elvileg most jön majd a farakás, már kitanulom ám. Itt jön a farakás, és utána egy kicsit így balra húz az út, és már otthon is vagyunk. Ennyi? Jól emlékszik a keeper? Egyébként jó, amikor már ott a farakás, igen. Amikor már így megtanulod ezeket a dolgokat, akkor így el vagy. És egy rohadt elemet rakok ebbe a rádióba. Úgy fogom felfeszíteni ezt a izet, ezt a... az automatát. Igen, itt egy kicsit balra kanyarodik, itt estünk el a motorra. És itt szoktunk elesni. Figyelj, bedobom a tóba majd ezt, ezt a rendőrök nem találják meg. De nem dobom be. Lehet, hogy spónol benne a pénz, nem? Azt ki lehet lootopani többször. Nem tudom, hogy van ez, gyerekek. Mindig kiderül. Jaj, ne. Subi-dubi, itt lesz egy kicsi balrahúzás, és itt már meg kell látnom a házamat. Ja, ott van a háza. Jaj, már nagyon ismerik. Imádom egyébként, amikor a játékban egy saját magadtól így megismered a dolgokat. Oké, okay, lerakom ám ezt valahova. Azt nem úgy fogom felfeszíteni, nem, nem, az nem itt lógatom, mert lehet, hogy zavaró lenne, hogy itt pörög. Na, most látszok, jó. Ez az. Ide befordulunk, az valahol ide leállítom, ide oldalra. Így gondoltam, hogy ide. Úgy. Na, engedjük le. És egyelőre tök mindegy, hogy hogy. Csak ne buruljon föl annyi. Ez az jó, ez így. Tehát nem borul fel, ugye? Rásik a lábamra, meghallék tőle. Azt hittem, basszus! Komolyan mondom, én amilyen szerencsém van, így ellopom azt, hogy magamra borítom, azt meghalok. Képes vagyok ilyenre. Félreállok vele. Valahogy úgy kéne állnom, hogy akkor már kapásba mennem kell valahova akkor. Kéznél legyen. Így. Kézifék be. Ő gyerekek, mi van itt, te Isten. Na. Mondjuk megállítani nem ártana. Oké. Emlékszek, Potter mindig így szokta megállítani az MTZ-t. Tök durva. Jó, skacok, akkor kicsit összeszedjük magunkat, most már jó. A sör az nem romlik meg, ugye? Igazából rendet kéne valamennyire raknom. Akkor úgy kéne leszornom a dolgokat, hogy értelmesen, nem? Mert mondtátok ezelőtt is, hogy gáz, hogy így rendetlenséget csinálok. Hát, bocs, hogy ilyen hosszú a gameplay, remélem, hogy ezért nem annyira uncsi. Nem annyira úgy, hát ez aztán jó. Na várjál, egyik sört ide. Ugye ezt úgyis csak akkor iszom, amikor megyek valahova. Viszont most iszok gyorsan, mert... Jó. Oké, okay. Ezt a rendet próbálok most tartani. Mondtátok ezzel, hogy hülye vagy gépből. De tényleg, tök igazatok van. Na, de az a gond, hogy ezeket viszont ide kéne pakolnom. Motorolaj, érted most. Ezt itt használom. Kerék. Így. Hát, ez tök jó egyébként. Gázolaj. De...
Mert ugye bírság volt, és akkor írta is valaki, hogy hát nem lenne egyszerűbb összepakolni, akkor nem lenne bírság. De hát apám, hát én itt szerelek, vagy valami, hát azok csak ott lehetnek, amikkel szerelek. Nem? Ez milyen hülyeség lenne, hogyha nem? Vagy hogy a kaja kín volt az udvaron, az nem tetszett nekik? Vajon gyerekek? Mit gondoltok? Ezeket ide szépen. Mondjuk a sörös rekeszt azt nem, az aksit az viszont, az jöhet ide. És miért nem tudja ezt sorba, hogy így föl, úgy, jó. Sörös rekeszt azt bevisszük. Rárakjuk a másik, vagy nem is kell. Rárakjam, rárakom oda. Oké, ezt kipakolunk a maradék cuccot és magnót ezt ide rakjuk valahova. Várjál, láttam itt egy hordót. Ezt a hordót, ja, várjál. Szemetes hordó. Ó, oh, ebbe akkor elvileg ide mehet a szemét és lehet, hogy eltűnik. Ide kéne a magnó. Aztán akkor itt rárakom, aztán szól. Hú, nagyon kivont a lábába a gyerekek a dolog. Hol a magnó? Magnó legfontosabb dolog, elevesszer. Ugye? Majd bele kell rakni még a hát, ezért az elemet. Na, hát ez sikerült. Hát, hogy addig így rakom. Ki kell bontani a táskát. Ha nem lenne inventory, megbolondulná ebbe a játékba. Mert még így is egyesével holdalak mindent ért. Most annyi, tudok csinálni annyit, hogy inventory-ba pakolom. De viszont az az elem, az element borér. Az mi? Nem tudom, mit vettem fel. Azt hiszem, hogy a cukrod vagy valamit. Az a gond, hogy azért ilyen kisebb alkatrészek azok olyan szinten el tudnak bugolni, hogy azt se tudod, hogy mi történik. Lehet, hogy belebugoltad az ülés mögé. Ha ott megtalálom, akkor megvadulok komolyan most. Nincs, látod? Nincs sehol. Nincs a kabinba. A lámpa meg világít a lámpája. Oké. Okay. Na. Coolant. Mi az a coolant? Az a hűtőfolyadék? Aha. Shopping bag. Coolant. Coolant the gang. Ez nem tudom mi az a pub box. Gyújtógyertya. Hát az is ide kell. Ezeket erre hagyja a bazza, mert vége lesz a bulinak. Motorolaj. Ezek a ugye, de ezek ide kellenek nekem. Ez élesztő. Ezeket is ide pakoljuk. És akkor a shopping bag, jó. És ebből meg ki kell pakolnom. Hát nem tudom, hogy hova az asztalra. Jó lenne egyébként, ha tudnád, hogy mi esik ki belőle ezt, akkor nem ez lenne, de sajnos ez nem megoldható. Tudod, ez egy érdekes dolog. Tő Isten! Elemet azt vettünk többet, ugye? Vettünk egy csomót. Szerintem azt fogja kidobni utoljára. Nem, tök random dobálja belőle. Tök, hát ez nagyon komoly. Most képzeljétek, mennyit kell volna bontanom, hogy elem jöjjön. Figyeld. Meg azt, hogyha nincs... Hova fasz? Nem mondod, hogy hol az elem? Nem vettünk több elemet? Nem mondod, hogy nem vettünk több elemet? Komolyan mondom, én mindjárt izé leszek. Mindjárt megőrülök. Most ezt nem bírom ki. Én ezt így eredvágok, gyerekek, komolyan mondod, eredvágok. Nincs több elem! Nem tudok rádiót hallgatni, nem hallgathatom az enyémet! Komolyan mondom, egy elemet vettem és az meg elbugolt. Mondom, ne, ne csinálja velem ez a játék! Mit csinálja? Én sírni fogok komolyan. Nem, de most ez tényleg mindjárt én magam. Esküszöm.
Mindjárt eréljön magam, bazze. Ez, tudod mi ez a játék? Ez, nekem a idője kínom, a megkeserítője Keepernek, hallod? Ezt komolyan mondom, ez... Ennyi bele kobász, bazze, abba a izébe. Ez is egy, érted, a kobász nem tudod berakni. Egyesével, figyeld el. Kobászokat rakosgathatod egyesével. Hogy ez a készítő, ez szerintem dörzsö, ez maga a sátán volt ez a készítő. És ilyen izé, és ilyen, aki ezt végigjátsza ezt a játékot, megcsinálja, azt tudod mi? Azt kap egy ilyen izét tőle, egy ilyen ingyen szanatórium beleépült. Hát de nézd meg, ez a kolbász is ide elesik. Elsőre kolbász! És nem tudod megfogni, hallod, nem tudod megfogni, hanem izé van. Le kell hajolni, be kell hajolni, be kell izélni. Csörög a telefon, na, valami legyen. Ájjaj. Szia Nagyi, tudnál nekem halad? Tudnék, menj. A tipli vagy Nagyi. Jó, halad. Honnan? Megint a halad, megint a halad. Megint azt halad vigyék neki, ugye mi volt? Nincs otthon, érted? Halad azt. Jó falat. Inkább egy elem lenne a világ... Kafé. Most direkt összefoglalok, nyugalomba legyetek, mert írtátok, hogy meg a rendőrök is nyugalomba legyek. Mondjuk ez nem tudom mennyire számít összefoglalásnak, hogy itt kiszórok mindent. Gyerekek, ez. Hú, ez inventory mód nélkül azért az meg egy kén, tényleg, hogy... És nincs egy büdös elemem, hallod? Nincs egy büdös elemem. Nincs. Nincs egy elemem. Mondjuk azt is, aki kitalálta, érted, hogy az csak elemben működik az a valami. Miért csak elemben? Amikor az egy rádió, itthon miért nem használhatom? Mert nem használhatod, nem működik. Nem működik. Nincs. Jó, az az én hibám egyébként, bevallom, hogy nem vettem még elemet, mert vehettem volna még, mert igen. De! Hova tűnt az a doboz elem, amit vettem? Mert volt egy doboz elemem, érted? Az hol a tököm szőribe lett? De meg elvileg tudunk főzni valami pálinkát. Az hova a tököm szőribe lett? Ha? Hol van? Ezt nem kisszük ki. Hol az elemem? Adjátok elő az elememet! Na, jó, végre bepakoltunk. Jó van, gyerekek! És megint nem lesz akkor a rádió. Nincsen elem! Nincsen elem! Nincsen elem. És nem, és nincs. Ennyit erről. Tényleg nincs sehol egy nyomorult elem? Hallod? Lenne itt van elem. Van egy aksitőtő. Nincs elem, bazza. Nincs elem! Hő, van izé. Ez lehet, hogy jó szóna, nem? Össze kell rakni a szatumába, be kell rakni a rádiót. Aztán, vagy ide járok a traktorra, aztán úgy hallgatjuk. Az nem lehet. Megcsináljuk, ide járja gyorsan. Megnézzük, hogy mit szól. Az a baj, a traktorban szerintem rohadt szarul szól a zene. Na most már annyit ígérgettem ezt a zenét, tehát így... Figyeljetek, hogy azért ki is kéne nyitni. De mondjuk most annyira nem fontos. Ide járok a traktorra, kinyitjuk az összes ajtót. Aztán úgy bömböltetjük a zenét. Ki van találva ez? Ide járok, ahol nem zavarok. Itt szerintem nem zavar senkit ez a traki. Behúzzuk a kéziféket, kicsapom a másik ajtót is. Ez az, és leállítjuk a motort. Földjobjuk a hangerőt. Ennyi a max. Ez mi út?
tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Maku. Hát miért nincsenek benne az elég? Esküberok. Jó gyerekek, tudom miért. Mert amikor kilépsz, meg visszalépsz, szerintem eltűnnek. Na de jó. Megnézzük, mennyire szól itt. Ezt nem én raktam be, csak mondom. Nem olyan rossz ez, gyerekek. Pizza lesz, azért el lehet hallgatni. Ugye? Szerintem teljesen jó. Jó van, gyerekek, szuper. Megmondom őszintén, kéromban már nem tudok mit mondani, mint hogy figyelj, még itt per is hallani. Nincs valahol egy elem? Ott egy dísz, egy floppy. Floppy lemez, de milyen floppy lemez ez? He. Ez lehet, hogy valami játék, lehet, hogy kéne venni számítógépet, ezt lehet élni. Sehol nincs egy bűrös elem? Egy darab elem kéne abba a kotlába is tudnám izélni. Várjál, ebben nincs elem, nem tudom kiverni belőle. Jó, szerintem úgy már ebbe is kell elem egyébként, de lehet, hogy téverek, nem? Ebben nem? Jó. Tök jó, ebben hallatszik az elem, nincs semmi gond. Csak mindjárt ered vágok kénomba, komolyan. Ott van dobókocka, jaj de jó. Mi hallatszik ez? Jó lesz, berakom. Ugye szerintem, hogy kiléptem mentésnél, akkor így el. Tök jó lett volna úgy, hogy ezt is bekapcsolni ugyanarra, meg azt is ugyanarra. Ó, de kár. Na mindegy, gyerekek, figyeljetek, következő részben mindenképpen autószerelés lesz, mert már a tököm első, hogy nem haladunk bele semmit. Na, köszi szépen a figyelmet. Csá.